Ezeket a hőkamerás felvételeket a Debreceni Egyetem természetföldrajzi és geoinformatikai tanszékének munkatársai készítették nemrégiben. A képeken jól látható, hogy a mesterséges és a természetes környezet között 10 vagy akár 20 Celsius fok különbség is lehet. Mondjuk egy tűzű napsütésen akár 70-80 fokra is felmelegedhet az aszfalt, a bitumen, míg egy világosabb színű, mondjuk mészkő, esetleg márvány nem feltétlenül fog ilyen hőmérsékletre felmelegedni. Ez az egyik része. A másik, hogyha már felmelegedett a felszín, akkor annak az illető anyagnak, ami felfogta ezt a beérkező sugárzás mennyiséget, annak milyen a hőkapacitása. Milyen mértékben tudja elraktározni a hőt, illetve későbbiekben, amikor megszűnik az energiabevétel, akkor milyen mértékben képes visszaadni. A szakember hangsúlyozta, a belvárosi környezetek tervezése szempontjából egyre fontosabb lesz a jövőben a zöld felületek létrehozása, valamint a világos térburkolatok alkalmazása, de egy-egy szökőkút közelében is elviselhetőbb lehet a kánikula. A város klimatológiának van egy speciális esete, az úgynevezett városi hősziget. Most a városi hősziget azt jelenti, hogy a város központja mérettől, természetesen mérettől, illetve a város textúrájától, város alakjától függően azt fogja jelenteni, hogy a város központban relatíve magas épületek a térburkolatoknak következtében a város központban melegebb hőmérsékleteket lehet majd érzékelni, mint akár a városon kívüli, mondjuk rurális, vagy mondjuk természeti környezetben. Alapvetően ez lesz a városban élők komfortjára, ez fog a legnagyobb hatással lenni. Hozzátette, az előrejelzések alapján a klímaváltozás miatt hazánkban egyre gyakoribbak lesznek az aszályos időszakok, vagyis tartós és intenzív hőhullámokra lehet számítani. Bár a globális felmelegedés nem minden országot érint egyenlő mértékben, Magyarország azon országok közé tartozik, ahol tudatosan kell gondoskodnunk arról, hogy a városaink élhetők maradjanak. A Kárpát-medence sajnos hőmérsékleti szempontból ugyancsak melegedni fog, és ami itt a kritikus lesz, ami a leginkább érinteni fog minket, az a csapadék, illetve ennek az eloszlása, időbeli és térbeli eloszlása lesz a kritikus. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyakoriak lesznek az aszályos időszakok, a csapadék szegény időszakok, illetve nagyon gyakoriak lesznek, illetve meg fog nőni a gyakoriságuk a torrenciális csapadék eseményeknek, a felhőszakadásnak. Ezt nagyon lebutítva, illetve összefoglalva úgy tudnám mondani, hogyha ahol eső lesz, illetve csapadék esemény lesz, ott viszont nagyon nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadék mennyiségek lesznek. Lázár István szerint a klímakutatók által előirányzott a szén-dioxid kibocsátást csökkentő változások mindaddig nem fognak életbe lépni, amíg a lakosság nem érzi a saját pénztárcáján a felmelegedés negatív hatásait. Legalábbis erre enged következtetni, hogy az energiaárak átmeneti drágulásának hatására sokan csökkentették a fogyasztásukat, vagy más energiahasználatra álltak át.